Készfogás a kameráknak, majd jobbra el. Csütörtökön nem sokkal 5 óra előtt ért véget Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közös sajtótájékoztatója. Ezután egy rövid vacsorán vettek részt, majd az orosz államfő indult is vissza a reptérre. Ahogy a konvoj a parlamenttől kihajtott, az Alkotmány utca sarkán halló távolságra került az együtt tüntetéséhez. Így hadd csak egy rövid időre, de hallhatta a neki szóló fügykoncertet. Vlagyimir Putyin összesen körülbelül 6 órát töltött Magyarországon. Az egyik legfontosabb téma, amiről tárgyalt, a paksi atomerőmű bővítése volt. A 12 milliárd eurós beruházás 80%-át, 10 milliárd eurót orosz hitelből finanszíroznak a tervek szerint. Az a megállapodás, amit az elnök úrral korábban aláírhattam, az megfelel a magyar érdekeknek. Ezt mondta a tárgyalások után Orbán Viktor. Pedig korábban Lázár János arról beszélt, a kormányfő utasítására megvizsgálja a kormány, hogy kaphat-e az orosznál olcsóbb hitelt. Ez nem szerepelt napirenden. Kétségkívül Magyarország pénzügyi helyzete a nemzetközi gazdasági térben sokat javult az elmúlt időszakban, de nekünk van egy megállapodásunk Oroszország, az egy jó megállapodás, és azt nem akarjuk kockáztatni, hanem annak a végrehajtására törekszünk. Vlagyimir Putyin közben arról beszélt, Oroszország kész akár a teljes 12 milliárd eurós költséget is meghitelezni Magyarországnak, de akkor, idézem, természetesen más finanszírozási képlet lép életbe. Szijjártó Péter ma Hírodón kérdésére azt mondta, hiába a 100%-os finanszírozási ajánlat, ezt a magyar kormány nem akarja igénybe venni. A kedvezőbb hiteleket pedig szerinte is megfontolják. Hogyha lesz, vagy lenne olyan hitelfelvételi lehetőség, amely összességében kedvezőbb a jelenleg hatályban lévőnél, akkor azt természetesen a kormány meg fogja fontolni, hogy leváltsa, mert hogy ugye erre van jogi lehetőség az oroszokkal kötött hitelszerződés értelmében. Az MSZP szerint nincs észszerű magyarázat arra, hogy Orbán Viktor miért ragaszkodik az orosz hitelhez. Orbán Viktort vagy megzsarolták, vagy megvették, más oka nem lehet annak, hogy egyértelműen az orosz érdekek mellé állt, akkor is az orosz érdekeket képviseli, amikor Európával vitatkozik, de ebben a kérdésben pedig Magyarországgal vitatkozik, a magyar érdekekkel, és a magyar érdekekkel szemben az orosz hitelező oldalára állt. Orbán Viktor Vlagyimir Putyinnal közösen arról is beszélt, idén megkezdődhetnek az előkészítő munkák, és jövőre pedig a két új paksi blokk építése is.